A fagyás ellen a termelők védekezhettek volna füstöléses módszerrel vagy fagyvédő öntözéssel, de erre nem tudtak kellőképpen felkészülni a magyar-kanizsai hateremben. Bánszki Ferenc a gyümölcsösében egy szélmeghajtású vízszivattyú segítségével pumpál vizet a fúrott kútból, így a gyümölcsös öntözését gazdaságosan oldotta meg. Itt termés nem lesz, az biztos. Most a cseresznye az még nem virágzik, a körte az most virágzik, az szerintem még annak nincs baja, meg egyébként is egy kicsit ellenállóbb a hidegnek. A baraszfa, ami egy kis víz, mivel hogy megindult rögtön, és az a bibéje megfagyott. Hát volt jó termés, de most ez már a harmadik év, hogy szinte semmi nem lesz. Tavaly egy garabolja lett az egész, előtte még valamennyi volt. A fagy teljes virágzásában ért a barackot, és valószínűleg a teljes termés oda lett. A sérült szirmok barnultak, fonnyadtak olyan virágokon is, amelyekbe a bibe teljesen ép és növekszik. Ezek élnek. Tehát amelyiknek fehér a vége az él. Amelyik a szíve fehér, a bibéje. Fehér, neki ez él. Meg látszik ott belül kezdőd, még zöld is egy picit. Meg ez. De többi a nagy a részlet, ez nem mint húlik le. Magyar Kanizsa környékén valószínűleg az idén sem lesz eladó sárga baracka piacon, ezért az árról sem lehet még beszélni.